mindig is nagy terveim voltak, hogy fú, majd oroszlánokat mentek, meg bálnákat, meg delfineket, de igazából ez itthon megvan picibe is. És ezek azok, amelyek töltést adnak mindig, hogy ezt a kereket naponta forgatni kell. Ha szívből jön, akkor a motiváció folyamatosan megvan. Ha az embernek a hobbija a munkája lesz, akkor kell valami más hobbit találni. Amióta ezt csinálom, meg nem fordult a fejembe, hogy mást is csinálhatnék. Ez nem munka, ez életmód. Zöld egyenruha, rangjelzés, szükség esetén kézifegyver, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudás, hatalmas elhivatottság és erős érzelmi kötődés a természethez. A természetvédelmi őrszolgálat tagjai, vagyis a magyar rangerök őriznek 2 millió hektár védett területet. Veszélyeztetett fajokra figyelnek, oktatnak és formálják az emberek szemléletét. A hazai tájakhoz épp úgy hozzátartoznak a gyepek, mint az erdők. Nem is gondolnák, mennyi megóvandó természeti érték rejtőzik a fűszálak tövében. Sok feladatot adva a természetvédelmi őröknek. Filmsorozatunk változatos, akcióban gazdag, kalandos hétköznapjaikat mutatja be. Akcióban a természet őrzői. Együttműködve a gyepek világáért. Korábban fizettek az elpusztított példányokért, ma már a gyepek védett emlős állata. A Balaton felvidéki nemzeti parkban űrgéket telepítenek. Az űrge története nagyjából 2000-ben kezdődik, de csak azért, mert egyszer korábban véget ért Tihanyban. 900-as évek elejéről még a helyiek mindenféle érdekes történetet mesélnek, mert hogy akkor még legeltették a félszigetet, és ahol legeltetés van, ott van űrge. A 2000-ben sikerült egy kis szürkemarha gulyát hozni ide a belső tópartra. Az első időben igen nagy volt az ellenállás a faluban, tehát mindenek voltunk, csak rendes emberek, nem. Aztán egy-két év alatt ezek elcsitultak, ezek a hangok, és úgy látjuk, hogy a tianyiak már magukénak érzik ezeket az állatokat, látják, hogy ez vonzza a turistát, nem elzavarja. És amikor láttuk, hogy ez működik, akkor lehetett egy újabbat lépni, megvan a gyepem, a rövidfűvő gyepem, az űrgének vissza lehet hozni. A József által irányított visszatelepítés annyira jól sikerült, hogy már 10 éve ez a törzsállomány adja az egyedeket az újabb élőhelyek benépesítéséhez. A csapdázás nagyjából 300-350 csapdával folyik itt ezen a területen. Ezzel a csapda mennyiséggel tudunk megfogni nagyjából naponta 50-60, de az is előfordult, hogy 100 példányt. A csapdába alma kerül, alma a csali. Azért jó ez a módszer, ez a kis ládacsapdás, mert tulajdonképpen az állatot nem kell kézbe fogni. Sokkal kisebb a stressz. A csapda maga egyben egy szállító doboz is, és aztán ebből a szállító dobozból engedjük be az új helyen, a megfort lyukakba, az előkészített területen. Amíg az alma el nem fogy, az űrgék elég nyugodtan viselik a költöztetést. Ténylegesen a munkába sok ponton be lehet vonni az embereket. Tehát amikor űrgét telepítünk át, akkor jöhet egy csomó önkéntes, jöhet egy csomó érdeklődő, segíthet összeszedni a csapdákat. Nyilván olyan munkákat, ami nem igényel különösebb szakértelmet, meg nem veszélyes. Tehát azt azért elmondjuk, hogy ne dugja be az ujját a cuki kis űrgéhez a ketrezbe. Kollégák előkészítik ilyenkor a terepet, lyukakat fúrnak, bekerítik. Elég intenzív az a mód, ahogyan az állatokat az elején gondozni kell, őrizni kell, letetni kell. A tihanyi belső tó területe egy olyan zárt egység, ahonnan a fiatal egyedek semmerre sem tudnak elindulni, hogy új otthon találjanak és új kolóniát építsenek. Az őrszolgálat munkatársai ebben segítenek nekik. Józsefék minden évben túlnyomó részt a fiatal egyedeket fogják be. Felmerülhet a kérdés, miért is olyan fontos ez az apró állat. Elsősorban azért, mert az űrge hozzátartozik a rövidfűhű gyepekhez. Fontos szerepe van a talaj átforgatásában, átszellőztetésében, és a nagytestű állatok taposása után is lazítja a talajt. És ott van még egy nagyon fontos szerepe, ez pedig az, hogy ő egy táplálékállat, és olyan madaraknak, olyan ragadozó madaraknak a táplálékállata, amik nagyon fontosak nekünk. Amiknek az állományai, ezeknek a megmaradása kulcskérdés.
Ebben a természetvédelmi őri munkában mindig is talán a legfontosabbnak azt tartottam, hogy minél több embernek megmutassuk, hogy micsoda érték van körülöttük, mert ez a maroknyi zöld ember, ahogy mi itt az országban próbálkozunk az értékek védelmével, ez nem fog menni. Ez csak úgy mehet, hogyha az emberek, az ott élők látják, hogy milyen elképesztő érték van körülöttük, megismerik, rácsodálkoznak, és akkor majd ők megvédik. Az űrge magyarországi védelme nem csak önmagáért fontos. Két Európa szerte ritka és veszélyeztetett ragadozó madarunk, a kerecsensólyom és a parlagisas fontos tápláléka. Hazai állományának fenntartása és növelése így e két madárfaj fennmaradását is szolgálja.